Sziasztok! Köszöntünk minden kedves nézőt, illetve hallgatót ezen a mai podcast adáson. A következő kerekasztal beszélgetésen a mérnök kollégáimmal fogunk beszélgetni a BME gépészkar egyik MSC szakjáról, mégpedig nem más, mint az épületgépészet és eljárás technikai gépészmérnöki mesterképzési szakról. És azért vannak itt a srácok, lányok, hogy egy kicsit beszéljenek a szakrájtelmeiről És ez a azt a beszélgetés is megtalálható lesz majd Youtube-on, illetve az összes uh, podcastes platformon, például a spotify n vagy Apple Music-on is. Én Pap Dávid vagyok, Dávid, leszek a műsorvezető, és vendégeim nem mások, mint Gorosi Csenge. Hello, sziasztok! Szia, Csenge! Ő MSZ-s, negyedik féléves hallgató, illetve Kecskeméti Dávid, ő is szintén MSZ-s, de ő első féléves hallgató. Szia, Dávid! Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Na, hát akkor csapjunk is a közepébe, kezdjük az általános kérdésekkel. Az első kérdésem az lenne felétek, hogy mi az a három legfőbb dolog, amit a BME adott nektek a képzés során? Hát nekem a három dolog, ami eszembe jut, az, az egyik az, hogy kitartást adott, mert ez tényleg gimiben máshogy értelmezik szerintem még az emberek ezt a kitartás fogalmát, és itt meg kell tanulni, hogy tényleg mindent véghez kell vinni. A második az a mérnöki gondolkodás, ami nem csak az egyetemen, hanem így a mindennapi életben is jó jön. És a harmadik az pedig egyértelműen a társaság, mert szerintem itt a BMN egy nagyon jó társaság alakul ki minden évfolyamon, igazából. Hát én ezt a három pontot csak kiegészíteni tudom. A társaság szerintem nagyon fontos. A az élet minden területén, különösképpen az egyetemen, itt nagyon sok segítséget tudunk kapni társainktól. A kitartás szintén nagyon fontosnak tartom, mert anélkül lehetetlen lenne elvégezni a képzéseket. Fontos ez a fajta képesség. Igen, nem? nagyon hogy fontos ez a fajta kapcsolattartás képesség. Kapcsolattartás meg kapcsolatteremtés. Igen. És a mérnöki szemléletmódot pedig kiegészíteném azzal, hogy a pontosságot minden feladatban meg kell tanulni és az egyetem erre szerintem nagyon jól megtanít minket, hogy pontosan végezzük a feladatainkat és odafigyeljünk a munkánkra, amit kiadunk a kezünk közül, ugyanis nem mindegy, hogy mit hagyunk ott magunk után. Uh -huh. Na, és hogyha már pontosság és precizitás, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire kell számítani így a BSC után, illetve egy ilyen szakdoga kicsit kevésbé erőltetett utolsó fél év után, hogyan néz ki egy ilyen MSC és fél év, hogyan kezdődik, mennyire mély víz mondjuk egy BSC-hez képest, ha erről tudtak egy kicsit mesélni. Hát mindenképpen más, szóval azért visszatérnek ezek az alapozó tárgyak, mint a matek és a mechanika. Nyilván azért itt most vannak mellette specializációs tárgyak is, szóval nem annyira olyan, mint a BSC eleje, de azért nyilván más, mint egy utolsó szakdokaírós fél év, amikor már kevesebb tárgya van az embernek, esetleg tud mellette simán dolgozni is, úgyhogy más, de szerintem így, hogy ezt már... Másodszorra csinálod úgy majd végig, így így teljesen teljesíthető, és nem okoz uh -huh. problémát senkinek. Igen, valóban. Én nem mondanám annyira mélyvíznek az alapképzés után, bár nekem volt egy kis megszakítás a kettő között. Erre az buszon töltöttem a, a mesterem első fél évét igazából, és így emiatt most szeptemberben kezdtem a mestert. És Vannak tárgyak, amik visszaköszönnek, az alapképzésről viszont vannak új újdonságok is, de azért zömében az eleinte alapozó tárgyaink vannak. Uh -huh. Most, hogy így mondod egyébként ezt a keresztfélévet, évet, azon a következő kérdésem, hogy hogyan épül fel az egész tanulmányrendszer, illetve mennyire más elkezdeni így keresztféléveben a dolgokat, ahhoz képes mondjuk, ahogy Csenge kezdte ugye egyenesben, uh -huh. ahogy szokták ezt mondani. Szóval, hogy neked ez mennyire volt más, vagy hogyan élted meg? Én úgy éltem meg, hogy már két tárgyat megcsináltam az előző fél évben, mert online volt itthon minden, és így az interneten keresztül el tudtam ezeket végezni. De amúgy az összes tárgy úgy van fe felépítve, hogy vannak tárgyak, amik ősszel vannak, és vannak, amik tavasszal, tehát így el van osztva rendesen, és a tárgyak nem épülnek annyira egymásra, így szerintem nem okoz gondot senkinek, hogyha egy másik fél évben kell kezdenie. Nincsen az, hogy most akkor, aki ősszel kezdi, ő nagyobb előnyben van, vagy fordítva, tehát megvan, hogy melyik tárgy őszi, és melyik tavaszi. Uh -huh. Neked milyen volt, Cseng, így egyenesbe kezdeni? <laughs> hát igazából nem, nem érzem én is azt, hogy nagy különbség lenne a között, hogy valaki äh, tavasszal vagy ősszel kezdi. Nyilván tudsz előre is felvenni tárgyakat ugyanúgy, mivel nem épülnek egymásra. Szóval vannak olyan ismerőseim, akik az őszi félében kezdték, de mégis ami nekem a második félében volt, nekik az első voltak közös tárgyaink, szóval Uh -huh. Szóval nem okoz nem, nem ez problémát egyáltalán. Tehát nincs ilyen egymásra épülés, meg hasonló. Nincs, én is vettem fel most negyedik fél éves tárgyat, így érdekes módon, most kezdtem tulajdonképpen a mestert, mégis van közös tárgyam csengével. Uh -huh. És uh, egyébként azok számára, akik így nem a BMR-ről érkeztek, nekik mennyire nehéz beilleszkedni így az egyetemi életbe, vagy, vagy például vannak-e hiányosságaik a szakmai vagy, vagy egyéb? Nálunk ugye ez egy különleges fél év volt, ez a kezdő fél év, mert Covid-tal indult, de azt érzem, hogy így is teljesen sikerült ezt megugrani, hogy akik nem a BMR-re jöttek alapból, ők is be tudtak illeszkedni a társaságba, tényleg online felvettük a kapcsolatot, beszéltünk egymással, tudtunk nekik segíteni, de alapvetően se éreztem azt, hogy ők nagy lemaradással érkeztek volna ide, szóval fel tudták venni egyből a fonalat szerintem. Uh -huh. Hát én a szakmai készültségről nem tudok túl sokat, viszont szerintem ez a covidos időszak nagyon megnehezítette a kapcsolattartást, főleg az olyanokkal, akik, akiket még nem ismerünk. Szerintem így online térben mindenki kicsit zártabb, ugyanakkor próbálunk nyitottak maradni, de így spontán módon nehezebb szerveződni, és aki már együtt végezte valakivel az alapképzést, és kialakultak kisebb-nagyobb csoportok, ők így van, hogy jobban összetartanak, és így talán nehezebb lehet újaknak beilleszkedni, de szerintem nincsen ezzel gond, és, és nyitott a társaság. Uh -huh. Most így a, az MSC-s kezdésről lenne egy kicsit szó. Azt is mondjátok majd el, hogy ti milyen alapszakról érkeztetek, illetve azt, hogy amennyiben azonos alapszakról jöttetek, akkor mennyiben volt hasonló ez az egész képzés, vagy mennyire adott újdonságot az, az adigi tanulmányaitokhoz képest, és hogy ezt hogyan éltétek meg? Hát igazából mindketten szakot váltottunk, mindketten energetikán voltunk. Én épület energetikus szakirányom voltam, így vannak azért hasonló tárgyaim, és azért ez, ez a olyan kiegészítés lehet szerintem az alapképzésnek. Elmélyíti az ott tanult ismereteket és kibővíti azt, de így szerintem nem gondolnak sem, aki máshonnan jön, mert, mert ö, elejétől kezdve tanulunk mindent, talán kicsit gyorsabb léptekben, mint alapképzésen, és, és tágabb területen. Uh -huh én energetikán voltam, viszont azon belül villamos energetika specializáción, szóval nekem ez elég nagy váltás volt, úgymond, mert mint hogy BSC-n nekem is volt egy épület tárgyam, szóval valamennyire beleláttam ebbe az MSC képzésbe, meg nyilván beszéltem előtte más emberekkel is, akik ezen az MSC-n vannak már, de én azt éreztem, hogy inkább valami mást szeretnék tanulni, és nem a, amit BSC-n tanultam, abban, jobban belemenni, hanem így kibővíteni uh -huh. a tudásomat. Értem, tehát egy ilyen nagyobb spektrumban szeretted volna látni a dolgokat. Igen. Ö, ha egy kicsit a, a, a munka és az iparvilága felé kacsingatunk, akkor mit tudtok arról elmondani, hogy mennyivel ad mondjuk egy mesterszakos diplomát, több tudást egy alapszakoshoz képest, illetve nálatok ez a munkatéma, ez, ez hogy volt így beépítve a tanulmányaitok alatt, ha erről tudtok egy kicsit mesélni? Hát én a BSC utolsó fél évében kezdtem el dolgozni, alapvetően a szakmai gyakorlat miatt. És akkor úgy éreztem, hogy a BSC után én most tartani fogok egy szünetet, hogy az MSC-n tényleg csak a tanulásra koncentrálok, meg bulizás, társasági élet, ilyesmi. De hát ezt a, a covidos helyzet felülírta. Úgyhogy miután egy fél évet eltöltöttem otthon távogtatásban, úgyhogy csak videókat néztem, és nem nagyon érintkeztem emberekkel, így úgy éreztem, hogy még egy ilyet én nem bírnék ki. Úgyhogy elkezdtem dolgozni, és akkor azóta igazából az MSZ-nek ezt az utolsó három fél évét ezt végig dolgoztam. Uh -huh. Az elején 20 órába, aztán 30 órába, és most 40 órában vagyok, de szerencsére elég rugalmasak, úgyhogy órákra be tudok járni. Uh -huh. Dávid, ez nálad hogy volt? én a szakmai gyakorlatomon kívül nem dolgoztam, részben azért, mert az alapképzés vége a szakmai gyakorlat 6 hét, és, és, én utána mentem ki Erasmusra, és, és én egy kisebb cégnél csináltam a szakmai gyakorlatomat, ahol nem lett volna lehetőség arra, hogy, hogy tovább dolgozzak náluk, és, Máshova pedig azért nem jelentkeztem, mert fontosabbnak tartottam a szabadidőmet arra, és nem akartam, hogy se a tanulás, se pedig a más tevékenységeim rovására menjen a munka. Úgy gondolom, hogy még, még, van elég időm arra, hogy dolgozzak a szakmában, és így szerintem azért jól be lehet osztani az időt. Erre egyébként jól megtanít az egyetem, hogy az időnket beasszuk, legalábbis igyekszik megtanítani. Mesteren egyébként szerintem jól el vannak osztó viszonylag a tárgyak, amellett lehet különösebb gond nélkül munkát vállalni. És mi a ketten válaszolni arra a kérdésre, de mit gondoltak erről a mesterdiploma és alapszakos diploma Igen. kérdésről, hogy, hogy éritek meg, ad-e több tudást, vagy, vagy magasabb pozíciót, több pénzt például? Hát nekem ugye az alapképzésről nem volt nagyon épületgépészeti tudásom, úgyhogy ehhez nyilván csak hozzáadni tudott az épületgépész MSC. Hát, hogyha azért sokan tervezni mennek tőlünk, akik épületgépész MSC-t végeznek, ott pedig, hogyha jogosultságot szeretnének, ahhoz kell 5 év gyakorlat a tervezésben, és ebbe két évet beleszámít az MSC, szóval uh -huh. ilyen szempontból mindenképpen jó. Szerintem mindenképpen érdemes a mestert is elvégezni. Főleg, hogyha az ember benne van a tanulásban, így ez a plusz két év már nem olyan sok, és mint Csengény is említette, ugyanakkor kezdte el valaki tervezőként dolgozni, például, hogyha csak az alapképzést végzi el, mint a mestert is, mert ezt a két évet beszámítják, és szerintem pozíciók betöltésénél egy, egy szempont lehet, hogyha valaki elvégezte a mestert is. Nálam olyan nagy különbség nincs a tanulmányokban, de még így is tud pluszt hozzáadni valamint, így energetikai mérnök és épületgépész is leszek egyben. Uh -huh. jó van. Már így érintetted ezt a témát, de ezt egy kicsit akkor bontsuk kibővebben, Szóval nektek mennyire volt bennetek az az érzés, hogy esetleg a, egy BSC-vel most így jók vagyunk, hagyjuk egy kicsit a tanulást, vagy inkább az volt bennetek, hogy hogy ezt most egyben meg kell csinálni különben, akkor soha nem kezdünk bele. Ezt hogyan éltétek meg, Csengen ez például hogy volt? Hát én azt éreztem, hogy ezt inkább egyben megcsinálom, meg egyébként a BSC végén még szerintem így éreztem is magamban a rendeletet. Most kezdtem azt érezni, hogy <laughs> már, már sok, és Fogy most ez már, erő. <laughs> már jó lesz, hogyha vége lesz, de szerintem mindenképpen jobb az, hogyha egyből ezt végigcsináljuk, mert hogyha valaki már dolgozik, akkor szerintem utána nehéz ebbe uh -huh. Szerintem is érdemes egyben elvégezni, ha valaki elkezd dolgozni, akkor hajlamos nagyon beleszokni, és onnantól már lehet, hogy nem lesz kedve visszaülni az iskolapadba. Én ugyan tartottam egy kis szünetet, de közben is tanultam, és már ez is a kereteim belül volt, viszont nekem is elég nagy lendületet adott, mikor az alapdiplomámat készhez kaphattam, uh -huh. így még ha nem is teljesen egyből a diplomát, az online oktatás miatt, de... Ez, 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 hogy véghez vittem valamit, ez egy nagy lendületet adott ahhoz, hogy na most ez még akkor, ez a két év, ez már semmi innen. A tudatát segített Igen. a nehéz időszakon. Kicsit, ha visszakanyarodunk így az oktatáshoz, illetve az oktatókhoz, mennyire érzitek azt, hogy mondjuk másként tekintenek rátok az oktatók egy BSc diploma megszerzése után, vagy van-e valami különbség? Egyébként akár azt is mondhatjátok, ha ezt már korábban is éreztétek egy, egy szakdogaírós fél év során, vagy esetleg majd csak a diplomamunka során, hogy van-e valamilyen váltás az oktatók részéről? Hát szerintem valamilyen szinten a BML összes hallgatójától elvárják, hogy folytassa a mesteres tanulmányait. Hát nyilván nem úgy várják el, de örülnek neki, hogyha így teszi. De azért ez valamilyen szinten egy vízválasztó, hogyha már valaki ezt megcsinálta, akkor onnantól nagy baj nem lehet, és, és innentől talán kicsit másképp tekintenek ránk, de ettől még ugyanúgy el kell végezni mindent, amit megkivetelnek tőlünk. Uh -huh. Én is azt éreztem egyértelműen, hogy most már azért így. Nem is az, hogy lazábbak velünk, de hogy nyilván már úgy kezelnek minket, hogy elvégeztük a BSC-t, szóval most már nem szelektálni akarják az embereket, hanem jobban rangunak tekintenek minket. Főleg szerintem a tanszéken és az ilyen specializációs tárgyaknál uh -huh. már jobban megvan ez a hangulat, hogy már ismerik az embereket, nyilván már több, ide, több éve ide jársz erre az egyetemre. Én például, nekem most van laborom is, ott, ott sincs ez a nagy beugróztatás. És akkor nem tudom. Ami, ez amikor, jó, hogy kifejezem. Amikor stresszelve mész be laborra, hogy most mi lesz, nyilván elolvasod előtte, érted? De inkább átbeszéljük, hogy miről mm. fog szólni ez a mérés, és így, így zajlanak most már. Igen, ez nekem is egy nagy pozitívum volt, hogy sokkal kevésbé stresszesek például a laborok, így nem túl népszerű a beugróztatás manapság már. És valóban ez a tanszék szerintem nagyon családias főleg aki már alapképzésen is itt volt, tanárok egy jó részét már ismeri, és így közelebbi kapcsolatot tudunk ápolni, ami szerintem mindenképp jó hatással van a tanulás és az oktatás minőségére is, így, így talán szívesebben is tanulunk, hogyha tudjuk, hogy kinél kell szerepelni. Egyébként ezt hangozzon el nyugodtan, szóval melyik az a tanszék, aki egyengeti ezt a szakirányt, mesterképzési szakot, bocsánat? Az épületgépészeti és eljárás technika tanszék. Jól van. A következő kérdésem az arról szólna, hogy mire érdemes hangsúlyt fektetni már a BSC-s képzésetek alatt, hogy esetleg kicsit könnyebb legyen a mesterképzés, vagy van-e olyan dolog, van, vagy találtatok ti esetleg olyan ö, képzést, amit, vagy, vagy, inkább tantárgyat, amit érdemes megcsinálni már a BSC alatt, hogy egy kicsit könnyítsétek az MSC-s utatokat, vagy lenne olyasmi, amit felvennétek korábban, hogy ha már ezt így tudjátok előre. Én tantárgyat nem találtam, amit ö, érdemes lett volna még alapképzés alatt elvégezni, illetve nem is végeztem el mesterszakos tárgyat alapképzésen. Szerintem, ami nagyon fontos, az, hogy belemélyedjünk valamilyen szinten, hogy, hogy ki mivel foglalkozik, hogy milyen végzettség után milyen munkát tud vállalni, és ennek fényében választjuk meg a mesterszakot, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy érdekele minket, amit csinálunk, és hogy van-e értelme. Uh -huh. És pluszt ad-e nekünk az, hogy ezt végezzük? Uh -huh. Hő, ami esetleg jól jöhet, de azt hiszem, ezt mindenki így csinálja a BSC elején, hogy sok gazdasági tárgyat felvesz, amivel viszonylag egyszerűen tud kreditet szerezni, viszont most már, hogy így MSC mellett akár dolgozunk, így nyilván nem szívesen fordítunk még plusz időt ezekre is, és például ilyen BSC-s krediteket el lehet fogadtatni MSC-n, ami szerintem így megkönnyíti a dolgokat, uh -huh. hogyha van plusz kredítnyi szabválod azon felül, amit kötelezően meg kellett csinálni BSC-n, szóval esetleg ez lehet egy kis trükk. Segítség, aha. Igen, de alapból én sem csináltam semmi pluszt BSC-n. Én alapvetően gondolkodtam azon is, hogy vikre megyek, tehát villamos mm -hmm. karra megyek át. Úgyhogy én ahhoz csináltam plusz tárgyakat, hogyha esetleg úgy döntök, akkor meg legyen a lehetőségem. De mivel így gépészkarom belül maradtam, így nem, nem kellett semmilyen plusz. Igen, ilyen ah. szempontból érdemes előre gondolni, hogyha fontolgatjuk, hogy átmegyünk más milyen szakra, akkor érdemes megnézni, hogy oda vannak más tárgyak, amiket meg kell csinálni ahhoz, hogy oda mehessünk, vagy pedig egyenesben át lehet menni. Uh -huh. Mennyire gondoljátok azt, hogy ez a képzés könnyen abszolválható, vagy mennyire nehezen abszolválható? És először kérdezzek téged, Csenge, aki már így a vége fele van. Elég jó a végén. vélem, hogy elég a végén. Ö, hát nyilván tanulni kell, még mindig tanulni kell. Nem olyan, hogy csak így a kezedbe adják ezt a diplomát, de alapvetően teljesíthető. Szerintem tényleg a BSC első felében mindenki rájön arra, hogy hogyan tud ő hatékonyan tanulni. Uh -huh. Már nem ijedsz meg a hosszabb tananyagoktól, vagy a nagyobb levezetésektől. Nyilván még mindig rosszul esik, hogy ezeket meg kell tanulni, de, de szerintem abszolválható teljesen. Vannak dolgok, amiknek szerintem utána kell azért magattal is járni, főleg úgy, hogy én nem erről az alapképzésről jöttem, uh -huh. és volt olyan tárgy, ami az első órán teljesen ismeretlen szavak voltak nekem, vagy kifejezések, amik tudtam, hogy mások már ismernek, de de így is, így is teljes mértékben abszolválható volt. És, Dávid, ahogy érzed, így még az első fél évben mennyire lesz hát nehéz. Szerintem azért az alapképzés felkészít mindenkit arra, főleg aki egyenesben el tudja végezni, annak szerintem ez sem fog gondot jelenteni. Talán egy kicsit több önállóságot várnak el, de így is mindig készségesen állnak segítségünkre, amennyiben kérdésünk akad. Úgyhogy, hogyha valaki folyamatosan készül és és odafigyel mindenre, a határidőkre, és nem linkeskedi el, akkor, akkor nagy gond nem lehet, de, de fontos, hogy, hogy folyamatosan mindenre odafigyeljünk, amit időben le kell adni, az ra készülni, házik az. A következő kérdésem kicsit erre a, a témára vonatkozna, ez a szokásos triumvirátus. A, mennyire összeegyeztethető ezen a szakon a közösség, illetve a tanulmányok, illetve a munka, ezt hogyan élitek meg? Szerintem össze lehet egyeztetni, tényleg én a munkát azt teljesen bele tudtam illeszteni. Ö, alapvetően én azt éreztem, hogy így az MSC-n kevesebb a, a ZH, meg uh -huh. a vizsga, több projektfeladatunk volt, többet kellett csapatban dolgoznunk, úgyhogy nyilván ezeket mi tudjuk beosztani, hogy mikor van időnk megcsinálni ezeket a házi feladatokat szóval így össze lehet. Hát nyilván azért vannak még olyan hétvégék, amikor mások kirándulnak, én pedig otthon ülök és házit csinálok, de, de remélem, hogy ez megéri, és most már tényleg a végén vagyok, úgy. Uh -huh. Hát ilyen, ez ilyen tipikus bsc és hagyomány, ugye, amikor az ember hétvégéket végig tanul. Igen. <laughs> Igen talán a mester egy kicsit nagyobb szabadságot ad abban, hogy hogyan osszuk be az időnket, így, hogy szerintem is kevesebb a, a zárt helyi évközben a vizsga talán nem kevesebb, de de így évközben mindenképpen könnyebb beosztani az időnket, és, és meg tudjuk találni magunknak, hogy minden beleférjen. Visszakanyarodnék kicsit így az Erasmushoz. Úgy említetted, hogy te voltál Erasmusom, és um, arra kérdeznék rá, hogy érdemes-e Erasmusra kimenni a is fél év alatt, illetve ez mennyire jellemző nálatok? Én úgy vettem észre, hogy nem élnek túl sokan ezzel a lehetőséggel, pedig szerintem mindenképp érdemes, és ez egy nagyon jó lehetőség lehet rengeteg szempontból is, ha elég, ha a nyelvtanulást nézzük, a társas kapcsolatok fejlesztését, az önállóságot, mindenhez nagyon sokat tud hozzáadni, és ha még valaki alapképzésen nem tette, mindenképp érdemes belevágni, jobb később, mint soha, és hát 10 hónapot lehet képzésenként Erasmusra menni. Jellemzően egy, egy, képzé, egy fél évennek a felét teszik így, tulajdonképpen két fél évet is ki lehet tölteni. A, a, jelentkezés azért sok mindenre oda kell figyelni, van vele jelentős papírmunka, így talán, ha valaki már kint van, és meghosszabbítani még egy fél évre, az talán könnyebb, de szerintem két különálló fél évet is Érdemes kintölteni. Én, uh -huh. én ezt tervezem, úgyhogy ha minden jó, vagy még egy fél éve Erasmus, az vár rám. Tehát akkor a beszélgetés belül én megyek, éppen. Nem szívesen vagyok sokáig egy helyben, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom. Uh -huh. És ugyanoda mennél egyébként, te merre jártál? Én is voltam, Valenciában. Szokták sokan mondani, hogy kétféle Erasmus van, van a tanulós, meg van a bulizós. Igen. Talán az enyém inkább az utóbbihoz sorolható, de azért itt is lehetett volna ö, keményebb tanulmányokat folytatni. Erasmuson mindenki nagyon jól össze tudja magának állítani, hogy milyen tárgyakat hallgat, és ettől függ majd nagy részben az, hogy mennyire lesz nehéz a kintöltött fél mennyi szabad ideje lesz, mennyit kell majd az iskolával foglalkoznia. Másodszor is dél irányába fog indulni, de nem ugyanoda, inkább megismerek egy másik helyet is. Értem. Görögországot tudom ajánlani, az a bulizós fél évet szeretné az tökéletes. Ezek szerint te Görögországban voltál Én volt Görögországon voltam, előzőző. igen. És csengette te voltál Erasmuson, vagy? Nem, nem, én nem voltam Erasmuson. És te mit gondolsz erről például, hogy ez szakmailag tud hozzáadni a, az ember előre meneteléhez, vagy, vagy inkább ez tényleg csak arról szól, hogy, hogy kapcsolatokat építsen az ember és jól érezze magát? Én azért, ahogy hallottam, a legtöbben inkább, inkább jól érzik magukat, de, de szerintem hogy ez is kell így, így a képzés során, hogy kicsit nél ki tud uh -huh. ereszteni, és ne, ne, csak a folyamatos stressz és, és teljesítési kényszer legyen benne, hanem kicsit el tud engedni magad, és hát utána nagyobb lendülettel tudod uh -huh. Na, akkor ennyire lett volna hogy az általános kérdések blokk, euh, így a podcast alatt. Most egy kicsit inkább a ti uh, M.S.C. szakotokra mennénk rá, és arról kérdeznék egy pár dolgot. Ha csak erre a mesterszakra gondoltok, mennyire érzitek például bonyolultabbnak a, azokat a, a tantárgyakat, amiket most tanultok, mondjuk az alapképzéshez képest? Van-e valamilyen szintváltás, vagy inkább csak az, hogy többféle tudást tanultok? Alapvetően szerintem inkább az a különbség, hogy máshogy tanulunk, Nyilván itt is megvan az a tipikus előadás, és utána az EH-t írunk, tehát megtalálod csak az anyagot, és utána az éHát EH írsz belőle, de sokkal több projektfeladatunk van, sokkal többet kell csoportban dolgoznunk. Úgyhogy nyilván ehhez kellenek azok is, hogy meglegyenek a, a BSC-s alapok, de hogy inkább most már erre építünk és esettanulmányokkal foglalkozunk, tényleg ö, ipari problémákat próbálunk ö, megoldani, vagy mondjuk egy házban egy penészesedési problémát, uh -huh. amik ö, tényleg most már egy ilyen valós életből jött ö, problémák, és nem pedig az ennedék dimenzióban gondolkozunk, amit igazából. Nem biztos, hogy feltétlenül mindenki ért. Nem biztos, de ki tudja, mikor lesz rá szüksége. Sose lehet tudni, de valóban ezek sokkal kézzelfoghatóbb dolgok, és, és több a gyakorlatias haszna, és szerintem jó ez, hogy több csapatmunka is van, így, 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 ez a társaságnak a kialakulása is jobban megy, valamint a házi feladatokkal is jobban elmélyülünk az anyagban, és, uh -huh. és át kell, hogy gondoljuk azt, nem csak bemagoljuk, és aztán zárt helyen visszaadjuk, hanem érteni kell ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk. Csenge már szóba hoztad ezt a specializációt nálatok, hogy ez pontosan hogy néz ki, hogy mondhatod, hogy csak egy darab van. Mindenki ugyanarra megy, vagy, vagy ez egy tárcsoport, amit lehet választani, vagy ez hogy szokott lenni? Egy specializáció van, ez a komfortépületgépészet, és mindenki Ezeket a tárgyakat csinálja. Ez alapján van összeállítva a tanterv, uh -huh. és igazából ennyi szóval nem tudsz válogatni, hogy milyen tárgyakat szeretnél felvenni. Meg vannak a kötelező tárgyak, nyilván ez mellett még vannak szabadon választható tárgyak, meg kötelezően választható tárgyak is, de hogy az alapja az mindenkinek ugyanaz. Uh -huh. Igen, de azért ad valamilyen szabadságot, hogy Ö, többféle tárgyból lehet választani a, a kötelezően választhatók közül, így, így azért mindenki megtalálja a maga érdeklődésének ö, valót. Mennyire tartjátok egyébként gyakorlatiasnak ezt az MSC-t? Tehát, hogy ha mondjuk viszonyítotok például a BSC-s tanulmányaitokhoz képest, ez mennyire inkább ilyen gyakorlatilasabb, tervezősebb, mondtad ezt a valódi példákkal való dolgot, de hogy ez mennyire elfedi le például a képzést, vagy mekkora részét fedi le? Szerintem azért jóval több, mint BSC-n volt, még mindig lehetne talán egy, egy fokkal gyakorlatilasabb, meg igazából tényleg több ilyen példát néztünk, ami valós életből van, de a tervezés tárgy az egyfél éves, Szerintem ez lehetne akár egy egy hosszabb, vagy uh -huh. mondjuk már előbb, előbb is a képzésben, de alapvetően szerintem azért igyekeznek, hogy most már ne, ne legyen annyira száraz az anyag. Uh -huh. Igen, látszik az igyekezet és a szemléletmód változása, és ennek függvényében a, az anyag is talán emészthetőbb, de azért vannak elméleti anyagok is, de tényleg ez a, a gyakorlati megközelítés, ez, ez érezhető, és így így sokkal befogadhatóbb minden tananyag. Most egy kicsit arra uh, térnénk vissza, hogy uh, pontosan, um, hogy nézett ki nektek ez a szakdolgozat per diploma? Tudom, hogy te még nem tartasztod, de majd, hogy ez hogy fog kinézni, hogy uh, például mekkora különbségek vannak itt például, amikor a más tudod, hogy már diplomamunkázni kell, az mennyivel más egy szakdolgozathoz képest? Hát szerintem kevésbé ijesztő, mert a BST-n még meglátod ezt a kiírást, hogy hány oldalt kell összeszedned a szakdolgozathoz, és nem tudod elképzelni, hogy ezt hogy fogod most te kivitelezni, mert még sosem csináltál ekkora beadandót igazából. De nyilván egyszer végigcsinálod, akkor rájössz, hogy ezt meg tudod csinálni, és akkor szerintem mmsc én ez a különbség, hogy már úgy állsz neki a diplomához, hogy ezt meg tudod csinálni, nagyjából látod, hogy hogyan kéne felépíteni ezt, Nyilván, hogyha hasonló témát folytasz, mint amit BSC-n csináltál szakdolgozatnak, akkor már valamennyire beleláttál ebbe a témába, nem teljesen előről kezded, de hogyha új témát kezdesz, akkor is két fél éved van az egészre, és szerintem azért ez kell, hogy egy, egy jó diplomadolgozat dolgozat összeálljon. Uh -huh. Igen, egy alapképzéses szakdolgozat után szerintem felnyitja egy ilyen munka az ember szemét, és, és átgondolja azt, hogy hát basszus, tényleg megírtam ennyit magamtól, és felig lehet, hogy ez nagyon nehéznek tűnt, és itt tényleg több idő van rá, és sokszor az ember már szakdolgozat írásakor elkezd gondolkodni azon, hogy na akkor, hogyha megyek mesterre, akkor mi lesz a diplomamunka, és szerencsére van arra is lehetőség, hogy a, a szakdolgozatot folytassuk. Uh -huh. Én is ezt fogom tenni, ki fogom bővíteni, ezzel a munkával egyébként egy, egy díjat is elnyertem, úgyhogy szerintem jó választás lesz diplomamunka, témának is, és a tanszéken egyébként kifejezetten mm, segítőkészek a, a konzulensek, és, és bár, bármilyen kérdése van az embernek, nagyon támogatóak és segítenek abban, hogy ennek az egésznek hogy is kéne kinéznie. És ez egyébként milyen díj volt, amit nyerte? Büki Gergely távhőigéret elismerés volt a neve, ezt csak azért említettem meg, hogy lássák, hogy a tanszéken is nagyon sok lehetőség van arra, hogy az iskolán kívüli tevékenységeken keresztül is a szakmai munkánkat gyarapítsuk, és másféle tevékenységet is végezzünk, és erre vannak ösztöndi programok, meg nemzetközi programok is te folytattad egyébként a szakdolgozatodat, vagy más témát választottál? Hát nekem érdekes egyébként, mert ugye más képzésem voltam, de mégis hasonló témában uh -huh. írom most a diplomámat, és alapvetően a szakdolgozatomnál gondolkoztam el ezen, hogy én épületgépészetre jöjjek, mivel villamos energetikán voltam, de épületautomatizálásra írtam a szakdolgozatomat, és azt éreztem, hogy ez azért összekötődik az épületgépészettel, és így amennyit a munkában tapasztaltam, azt éreztem, hogy ez az épületautomatizálás, ez nagyon határterület, mint a villamosságnak, mint a gépészetnek, uh -huh. és ezért uh, talán jó lenne ebbe az irányba elmenni. Uh -huh. Úgyhogy uh, most is a, a dolgozatomnak egy jelentős része az épületautomatizálásról szól. Nyilván most már jobban épületgépész szempontból is megközelítem. Uh -huh. Milyen épületfajtákkal bővül a tervezési szabadságotok így MSC végzése után? Ha egy kicsit megfordítom a kérdést, mi az, amit igazából BSC-s diplomával nem tervezhettek, vagy milyen épületeknek az épületgépészeti részét nem valósíthatjátok meg BSC-s diplomával, és mi az, amit msc sel már igen? Vagy van-e itt valamilyen különbség? Vagy inkább csak komplexitásában? Az egyetlen különbség, amiről tudok, hogy mester után már csak három évig kell dolgozni a tervezői jogosultság elnyeréséhez, míg uh -huh. alapképzés után ez öt év. Tulajdonképpen ezek lettek volna a szak-specifikus -szak kérdéseim hozzátok, és akkor lenne még egy pár záró, illetve gondolatébresztő kérdésünk így a mai podcasttel bezárólag. Az első, az egy elég általános kérdés, a, hogy mennyire tartjátok például fontosnak a nyelv, nyelvismeretet, akár a saját képzési területeteken, akár így általánosságban, erről mit gondoltok? Nyilván azért egy alap az jól jön, de el lehet boldogulni a nélkülés, mivel azért így szerintem a magyar építőiparban lehet létezni a nélkül is, de nekünk például most így cégén belül voltak olyan projektjeink, ahol külföldi irodákkal dolgoztunk együtt, szóval nyilván jó jön, hogyha tudsz nyelveket, és uh -huh. akkor talán több lehetőséget van ilyen munkákba is belelátni. Uh -huh. Igen, szerintem nagyon fontos a különböző nyelveknek az ismerete, mert ez az élet minden területén kibővíti a lehetőségeinket. Legyen szó az életről, arról, hogy hol telepszünk le végül, vagy arról, hogy milyen munkát kaphatunk, milyen munkát vállalunk, és, és így szerintem a, a munkahely választást is megkönnyíti, illetve az emberi kapcsolatokat így sokkal több emberrel nyílik lehetőségünk megismerkedni, ami nagyon fontosak szerintem. és és azért azért biztosít erre lehetőségeket. Nézzük akár csak az ingyenes nyelvtanulási lehetőséget, többféle nyelv közül is lehet választani. Vannak kredites, illetve null kredites kurzusok is, amik többféle szinten is rendelkezésre állnak, és ez is egy kiváló lehetőség a nemzetközi programokon kívül. Melyik nyelvet mondanátok egyébként, hogyha most így említeni kéne, mi az, ami az épületgépészetben esetleg. Egy, egy, olyan nyelv, amit érdemes ismerni, vagy, vagy inkább ez az általános angol, amit jó tudni? Szerintem az angol elengedhetetlen, tulajdonképpen bármilyen munkáról is van szó, nem csak az épületgépészetben, viszont itt, itt Európában azért a német is egy, egy hasznos nyelv az épületgépész, vagy akár bármilyen mérnöki területeken, illetve én ezen kívül spanyolul beszélek, ami szerintem, hogyha az egész világot tekintjük, akkor egy nagyon hasznos nyelv, hiszen a második leggyakoribb anyanyelv, és emellett ő, rengetegen beszélik a, a Föld bármely táján. Amit nagyon hasznos lenne szerintem tanulni, az a kínai vagy, vagy mandarin, ami hát ugyan elég nehéz, de jövedelmező lehet. Hát sokan beszélik az egyszer biztos. Igen. És te milyen nyelveket beszélsz, Én angolul és németül. Alapból én némettel kezdtem még uh -huh. általános iskolába, de aztán átfordultam az angolra. Most már azt mondanám azért inkább magabiztosabbnak. Hát nyilván az angol az, az mindenképpen jól jön. Egyébként a diplomához vagy szakdolgozathoz is szerintem az meg alapból a tanulmányok alatt sokat segít, hogyha külföldi cikkeket, kutatásokat, ilyesmiket el tudsz olvasni. Szóval szerintem ez mindenképpen érdemes, erre ráfeküdni legalább. Igen, nagyon hasznos. Én is rengeteg cikket áttanulmányoztam még a szakdolgozatomhoz, amik szinte mindangol voltak. Így, így sokkal nagyobb szakirodalomból tud válogatni az ember, hogyha ezeket is megérti könnyedséggel. Uh -huh. um, ha így összekéne foglalnótok, akkor mit mondanátok, hogy mennyire nehéz a, ez a szak, így a többihez viszonyítva, illetve hogy milyen hozzáállással érdemes elkezdeni? Hát a többit még nem végeztük el, <laughs> a késik nem múlik, egy bármi lehet. de még van. <laughs> így van. De hogyha a mérnöki területekkel hasonlítjuk össze, azért szerintem vannak ö, olyan hallgatók, akik elfoglaltabbak nálunk, de nagyon szerintem egy elhatározottság is szükséges ehhez, és, és azért időbefektetést igényel de hogyha más területeket nézünk, amik nem kifejezetten a mérnökséghez kapcsolódnak, akkor szerintem nehezebb mindenképpen. Uh -huh. Nekem egyébként az volt talán különbség az energetikához képest, hogy hogy itt itt rajzolni is kell, és, és előtte inkább csak ilyen számolós, leírós feladatokhoz voltam hozzászokva, és ezt meg kellett szoknom, hogy ezekkel el kell pepecselni, uh -huh. hogy mihol van, minden szépen kijöjjön. Szóval talán ez, ez az, amit így fejleszteni kell ez az MSC-hez. Igen, a pontosság az nagyon fontos ezeknél a feladatoknál. Igen, meg egyébként a, a pontosságot szerintem akkor érzed meg legjobban, amikor elkezdesz dolgozni, és rájössz, hogy egy valami kis dolgot elrontasz, és az Van, miatt... Milyen sok minden Igen, módik, mennyi múlik egy évfitkezésen, és, és, és mindent újra kell rendelni, uh -huh. újra kell számolni, pedig amúgy csak egy nagyon kis dolognak tűnik. Igen, uh -huh. és hogyha e fölött elsiklunk, az, az nagy gondokat vonhat maga után, így szerintem a felelősség vállalást nagyon... Át kell gondolni. Uh -huh. A tervezésnél egyébként milyen szoftvereket használtok, vagy ez hogy, hogy néz ki? Hát itt az, a, az egyetemen autókedet használunk, de azért a, a, az iparban vagy a munkában egyre többen szerintem revittel uh -huh. terveznek, szóval 3D-ben. Igen, és egyébként az egyetemen adódik is lehetőség ezt a szoftvert is elsajátítani. Köszönhetően a, a gépész szakaszálynak, ha jól tudom. Uh -huh. ami, még, ami még plusz volt itt az egyetemen szerintem, az a, az a design builder, vagy ilyen dinamikus szimulációkkal is legalábbis én projekt feladat keretein belül ezzel foglalkoztam, ami szintén egy viszonylag új dolog, de azért már látszik az iparban, hogy nyitnak erre, és erre is szükség van, hogy ezeket megismerjük. Uh -huh. Kinek ajánlátok ezt a szakot? Hogyha most így mondani kéne egy hallgató típust, akkor ki az, aki így legjobban el tudná ezt végezni, vagy milyen képességek szükségesek ehhez. Mondtátok a pontosságot, illetve ugye a rajztudást, illetve a precizitást, de hogy esetleg van -e még más, ami, amit érdemes szem előtt tartani? Hát szerintem a, azt, hogy hogy itt azért a munkában is komoly határidők vannak, szóval mivel főleg most Magyarországon az építőipar eléggé fel van pörögve, ezért tényleg nagyon szorosak a határidők, és tényleg úgy kell teljesíteni, hogy akár holnapra le kell valamit adni. Szóval aki, aki ezt is jól viseli, ezt a fajta stressz helyzetet, mert nyilván ez nem olyan, mint valamit kutatnánk, vagy fejlesztenénk, hanem itt folyamatosan szállítani kell. Mm -hmm. Igen, a rugalmasság nagyon fontos, valamint az, hogy felelősségteljes, sem tudjuk végezni a munkánkat és felelősséget vállalni az általunk kiadott munka után, ugyanis sokszor előfordul, hogy a tervező hibájával komoly gondok adódnak, és ilyenkor a tervező viszi el a balhét. De ezen kívül bárkinek ajánlanám, aki érdeklődik hasonló területek iránt, ez nagyon nagy területet magába foglal maga az épületgépészet, így erről a szakról szerintem sokféle munka válogatott az ember. Igen, egyébként szerintem, akik akik kevésbé szeretnek emberekkel beszélgetni, és tényleg csak a munkájukra azt szeretnek koncentrálni, ők is megtalálják azt a részt, tehát így akik tényleg terveznek és rajzolnak csak, és azok is, akik mondjuk jobban szeretnek másokkal kommunikálni, vagy tényleg így jönni-menni egész nap és beszélgetni, azok is megtalálják ezt a fajta pozíciót. Uh -huh. Hogyha így értékelni kéne a, a magát a szakot, hogy látjátok, hogy elismertségében, illetve juttatásában mennyire becsülik meg a ti szakotokat. Hát ez egy jó kérdés. <laughs> Alapvetően szerintem, szerintem így a cégeknél is megbecsülik, és nyilván, hogyha valaki elvégzi, vagy hát elvégzi ezt a négy év gyakorlatot, akkor tud jogosultságot szerezni, és akkor már úgymond egy saját vállalkozást is fel tud erre építeni, szóval nem feltétlenül van egy munkahelyre utalva utána. Igen, szerintem Magyarországon elég jó hírneve van a PML-nek, és az itt végzett hallgatók azért jó helyeken el tudnak helyezkedni gond nélkül. Erre az állásbőrzén is sok például sok lehetőséget bemutatnak nekünk. Te, te is úgy gondolod, hogy ez egy megbecsült szakma, Igen, végeztem. mindenképpen. Értem. Hogyha így összekéne foglalni egy pár gondolattal, um, tudnátok valami útravalót mondani így esetleg a hallgatóságnak, vagy a nézőknek, hogy, hogy, akár egy mondat, hogy, hogy mi az, amit így fontos szem előtt tartani annak, aki erre a mesterszakra jön. Ezt így össze tudjátok foglalni. Pontosság, precizitás, nem tudom. Erő. Erő. kitartás. Én ezek mellett kiemelném azt is, hogy ne csak a tanulmányainkra koncentráljunk, és, és ne vakuljunk bele a munkába, hogyha esetleg elkezdünk a szak mellett dolgozni is. Ezek mellett figyeljünk arra, hogy megtartsuk az emberi kapcsolatainkat is, és, és emellett jól érezzük magunkat, ö, valami olyan dolgot csempészünk az életünkbe, ami, ami boldoggá tesz minket, és figyeljünk a szeretteinkre, ne hanyagoljuk el őket, akkor is, hogyha sokszor a, a munka tömkelege ezt, ezt megnehezíti. Értem. Igen, egyébként ezt én is látom, főleg így a munkában, hogy sokan nagyon túlhasszolják magukat, uh -huh. és tényleg sok munka van, úgyhogy sokat elvállalnak, de ezt, ezt valahogyan, ezt az egyensúlyt meg kell találni. Nyilván, hogyha ha már adott lesz a lehetőség megint, vagyis most adott, akkor azért tényleg szerintem az MSC-t is úgy kell végezni, hogy azért a társasági életben is benne kell maradni, és nem szabad kiszakadni, mert nyilván BSC-n talán még jobban érzed ezt a késztetést, hogy valahova tartoz. MSC-n már kevésbé van meg ez, de azért még mindig jó érzés szerintem lejönni az olcba, és olyan emberekkel találkozni, akiket ezer éve ismersz. Nekik ezer éve a BSC-t. De szorítasz nekik, hogy egyszer, ja, egyszer, egyszer Meg egy, egy, nagyon kis utolsó kikacsintás így a doktori képzések felé. Két kérdésem lenne, az egyik az arról szól, hogy ha esetleg valaki a tudományos részével akar haladni a dolgoknak, mennyire, vagy hogyan lehet doktorandusznak elmenni a ti képzéseteken? Abszolút, abszolút van rá lehetőség, akár komfort irányba jobban, hogy ezt a részét megvizsgálni, akár tényleg valamilyen szimulációsabb irányokba is el lehet menni, de tényleg, ami éppen érdekel, tehát hogy itt szerintem elég sok lehetőség van nyilván azért négy év, az hosszú idő, ezt meg kell gondolni, de de aki szeretné magát jobban belásni, ebbe, annak szerintem megvan a lehetősége. Uh -huh. Igen, bárki, ami érdekel, szinte biztos, hogy talál valakit a tanszéken, aki, aki tud ebbe segíteni, vagy tud vele többet foglalkozni, illetve még mester alatt is demonstrátorkodásra is van lehetőség, ami szintén elősegíti a, a doktori pályának a kezdetét. És hát főleg ez, hogyha valakit valami nagyon érdekel, akkor keresse hozzá valakit, aki tud neki segíteni ehhez kapcsolódóan kutatni, vagy valamilyen ösztöndét megpályázni közösen. Uh -huh. Meg szerintem ebben tényleg így a tanszéken és a tanárok is segítenek, hogy ki az, aki, aki ezzel a témával foglalkozik és tud segíteni. Például én úgy találtam a konzulensemet, hogy légtechnikából vizsgáztam, és vizsga közben elbeszélgettünk erről, hogy én úgy miről is szeretném írni a diplomámat, és, és így ajánlották a konzulensemet. Uh -huh. Szóval, hogy így teljesen nyitottak erre, és mindenben segítenek uh -huh. Ez nagyon szuper, és hogyha ö, azt kéne nézni, mondjuk az oktatók részéről, ők mennyire akarnak ezeket így becápázni a doktorandusz képzésre, vagy annyira nem jellemző. Én amúgy itt kevésbé érzem a kényszer, szóval a ott sokkal jobban éreztem, hogy így próbálják ezt, ezt nyomni, hogy majd menjünk doktorira. Itt én kevésbé éreztem ezt a. De. Én is egyáltalán nem mondanám, hogy erőszakosak ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy valakiben meglátják a potenciált, akkor jobban hajtanak rá, de ennek ellenére nem, nem kell ezt véresen komolyan venni. Meg én egyébként azt vettem észre, hogy akiről tudják, hogy szeretnének majd doktorira menni, őket jobban bevonják az ilyenekbe tényleg, uh -huh. hogy labor tartani, vagy helyettesíteni valakit, szóval egy kicsit beállássanak talán majd. Igen, ettől, Igen, hogy... figyelembe veszik azt is, hogy a hallgató mit szeretne, hogyha látják rajta, hogy nagyon nem szeretné, akkor, akkor nem fogják erőltetni. Viszont hogyha, hogyha érzik, hogy talán ő esélyes lenne rá, akkor bátorítják és támogatják ebben. Na hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ma itt voltatok és beszélgettünk. És a nézőknek is mondanám. Tehát akkor köszönöm szépen Csengének, illetve köszönöm. Dávidnak. Én is köszönöm. Hogy itt voltak, ma is beszélgettünk, és hát az összes többi Mesterképzési Szakbemutatójával együtt ez a Podcast is megtekinthető ugye YouTube-on, illetve tudjátok hallgatni Spotify-on, illetve Apple Music-on. Ha bármilyen további kérdésetek van, akkor a gpk.bme.hu, illetve a ghk.bme.hu oldalakon tájékozódhattok. Ha pedig itt se találjátok meg az információt, amit kerestek, akkor a leírásban található linken, illetve elérhetőségeken keressetek minket bátran. Um, én Dév voltam, és még annyi, hogy ne felejtsétek el, hogy a tavaszi félében induló képzésekre a jelentkezési határidő a felvihu az november 15, illetve az ősszel induló képzésekre pedig február 15. Úgyhogy reméljük, hogy segíthettünk, és hát a legjobbakat, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!